Szeretettel köszöntünk mindenkit, Redő Juli, Csatai László Csidu, és a Borfolk zenekar nevében Székely Levente Prímás, Szűcsanyi Brácsás, Párfi Zsolt Bőgős. Széki táncokkal fogunk foglalkozni egy pár percig, fogadjátok szeretettel. Kérjük szépen a muzsikát! Tehát a széki táncoknál a csárdással kezdjük, aminek az az érdekessége, hogy tulajdonképpen egyszerű tánc, de mégis rengeteg finomság és összecsiszoltság jellemzi. Én körülbelül 45 éve tanítom, de még mindig találok benne újdonságokat. Úgyhogy szeretném, hogyha a cifra román táncok mellett az egyszerű magyar táncoknak is megmarad a becsületük, úgyhogy egy pár apróságra, finomságra fel fogjuk hívni a figyelmet. Először is, ezt úgy veszük, mint a alapoktól veszük a tanítást, tehát aki profi, az is fog kapni, aki kezdő, az is. Tehát a páros táncoknak a lényege szerintem, így vénségemre egyre inkább rájövök, hogy nem a lépés, hanem az egymáshoz való kapcsolat. Tehát egy ilyen bevezető mozgást szeretnék mindig mutatni, a cipőóra összeér, és beleülünk. Hát egyenes, téthajlítva. Tehát így, hogy egymást tartjuk. Első fokozat. Második fokozat, fiú áll, a lányt viszi maga előtt. Ilyenkor a fiú tengely. És a harmadik, ebből jön a forgás, hogy ugyanez a forgásnak is a koncepciója, hogy a fiú helybe táncol, a lányt megviszi körbe. Na most egy kínai közmondásra emlékezve, sokszor úgy mutatom a dolgokat, hogy lerakok egy pénzdarabkát a fiúk talpa alá, és arra mutatom a helybetartás miatt a lépést. A lányoknak persze nem elég egy pénzdarabka, nekik az egész pénztárca kell, úgyhogy ők körbejárják ügyesen. A te pénzdarabkádat? Tiédet, igen. Ja. És akkor így szépen látszik, hogy mi a különbség a fiú meg a lány mozgása között. Na most, ez egy olyan alap, ami minden magyarországi és erdélyi páros táncoknak egy fontos összetevője, tehát hogy mindig a fiú a tengely, a lány kerüli. Na most... Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ennek a tengelynek, ami lehorgonyozza a forgást, a lány adja a lendületet azzal, hogy körbehúzza a forgást, és beleteszi a súlyát, ahogy az előbb a Csidu mondta, beleteszi a súlyát teljes bizalommal a fiú karjaiba. Ha csak körülöttem menegetne, akkor forgásnak néz ki, de nincsen semmi öröm benne, csak bandukolunk egymás mellett, de ha beleteszem a súlyom, akkor én tudom hajtani ezt a tengelyt, aki megtart engem. Igen, nagyon jól mondja. Na most ennek még egy kiegészítője, tehát sokszor azt észrevettem, hogy hiába mutatom így állóhelyben, a statikában az erőviszonyokat, forgás közben ez nem érvényesül rendesen. Ezért kitaláltam egy ilyen önszelekciós játékot, aminek az a lényege, hogy a két szélsőségbe elmegyek, és a kettő között az igazság középen lesz. Tehát egyik szélsőség az lesz, hogy megkérem a lányt, hogy engedje el a forgást. Tehát ilyenkor teljesen neki bele kell hagyatkozni az én kezembe. A másik szélsőség az, hogy én engedem el, hogy ő kapaszkodjon. És a kettő között az igazság, hogy ő is tartja magát, és én is, és egyikünk se erőködik, és mégis megy a forgás. Na most a forgásnak a stílusa nagyon lényeges. Tehát a tekintetektől kezdve, például az, hogy a lány is, a fiú is nem szembenéz, nem kifelé néz, hanem így a válla vonalába így eltekintünk egymás mellett. Akkor a másik, a kar...
A széki táncban nagyon fontos stílusjegy, hogy a nők egészen közel, szinte így szembefordulnak a felső testükkel a férfi felé, és közel teszik a fejüket is, és egy picit így lefele tekintenek közben, mutatunk ebből. Kereken. Ahhoz képest, hogy mondjuk gyimesbe teljesen mellé mennek, és szabadon kifele néznek, ahhoz képest a széki egymáshoz való viszony a forgásban egy teljes szembe, kereken, és a nő teljesen odafordul az arc a fejével is a férfi felé. Igen. Na most akkor három része van a táncnak. Pihenő. Akkor így fog kapaszkodnunk össze. Most az újabban volt egy balkezes széki tanár, és az a másik oldalra tette a mozgást. Hát, én azt nem tanítom. A második, a vezetgetéshez kinyújtjuk a kezünket. Itt kapaszkodik a lány, tudom vezetni annál fogva is. És a forgásnál fogom a hátát, meg a könyökénél. Na most a viselet is befolyásolja a dolgot, tehát itt nem markolják meg a lány kezét, így alá teszi. Ezt úgy szoktam tanítani, mintha a lány keze egy virágszál lenne, a fiú kezde meg egy cserép, és így rátámaszkodik. És ugyanez az erőhatás, mikor befordul, így húzom magam felé. Te nem kapaszkodok belé, hanem csak így elegánsan. Jó, akkor nézzük meg a egymáshoz kapcsolódó táncrészeket. Kezdjük a pihenővel. Azt nem kell túlragozni, így várjuk a sorunkat. Lassan kienged a vezetgetéshez. Hopp, hopp, pa-pa-pam, ez az alap. A fiú kicsit megdobogtatják. Azt nem kell sokszor csinálni. Lehet oldalra is. És ebből jön a forgás. Hopp, hopp, megfordul. A irányváltásnak ez a közép hosszúságú része, variációja. Váltás, hopp, hopp. Megfordul. A rövid változat, hopp, hopp, kifordít. Tehát most nem fogtam maga kezét, csak alányultam. Tehát a sima váltásnál így csak így beteszem és elfordítom. És a hosszú, hopp, hopp, és így kicsit sétál hozzá. Tehát most felvázoltuk a háromfajta irányváltási módot, amit szoktam tanítani, és alkalmaznak a székiek, amin szintén jellemző az egész tánctanítási és tánc variációs rendszerekre. Tehát úgy veszem, hogy az alapnak veszük ezt, hogy ez a hosszúság irányváltás. Tehát megfogom a lány kezét a karom alatt, elő séta, mellé nyit. Ezt vezetjük alapnak. Rajta, elé séta, mellé nyit. Most érdekes az, hogy nem csak ezzel a kézzel nyitom, hanem itt hátul is kicsit meghintáztatom. Tehát ha meg se fogom elő, akkor is tudom neki jelezni, hogy jön a váltás, mert egy kicsit úgy megengedem a kezemet. A második variáció, amikor rövidítjük. De ez minden táncra jellemző, hogy van egy alapritmus, és az vagy bővül, vagy szűkül. Diminuál, augmenta. Tehát most azt játsszuk, hogy rövidítjük. Akkor a kézfogás helyett csak ide bekészítem a kezemet, és a három lépéssel így leválasztom a lány kezét az enyémről. Ilyenkor vele fordulok. Amikor az alapnak vett mennyiségét vettem, akkor nem fordulok, csak a lány fordítom. Ennél a rövidnél én is fordulok. Nézzük meg így zenére. Tehát egyszer lesz a hosszú, a közepes váltás, meg a rövid. Váltás, készfogás és mellé nyit. Váltás, készfogás és mellé nyit. Most jön a rövid változat, beteszem és leveszem. Hozom vissza. És beteszem és leveszem. Őt indítom, én megyek.
Igen, most... tehát az is fontos, hogy ha kinyitott a fiú, akkor megvárja, amíg a lány elmegy előtte, sőt, tólja őt, és csak azután, ha ideért, a másik oldalra csatlakozik. Ezt akartad mondani? Számból vetett ki a szót. Pontosan erről van szó. Tehát az, hogy a fiú nem körül táncolja a lányt, hanem megtáncoltatja, uraim. Tehát, mikor nyitottam, a közepes tempónál is először őt viszem, és én megyek, a rövid váltásnál pedig szinte állva vagyok, átindítom, és utána megyek. A lány pedig a forgásban nagyon simán forognak, semmilyen, annál szebb a széki lánytánc, minél inkább úszik, és nincs benne semmilyen rugózás vagy lent-fönt hangsúly, viszont a váltásnak a tititáját egy picit úgy megzötykölik, mutatom. Tehát ez ugye nagyon sima, arra törekszenek, szokták is mondani. Szokták is mondani, hogy mintha dróton húznák, úgy táncol, erre mondják, hogy hú, de szépen táncol. Viszont amikor a váltás tititája van, akkor a lány is egy kicsit így megrázza, lepontozza a végét a forgásnak. Igen. És a harmadik, amilyen én csak hosszúnak nevezem, ez nem túl általános, de nekem nagyon tetszik, ezért megmutatom, akkor leveszem a lány kezét, és nem állítom meg. Forog, itt most megfogtam, és ahogy lépek, lefelé veszem a kezét, hogy ő tudjon lépni a bal lábbal tovább. És akkor így kicsit is sétálunk egymás mellett, megállok, és tolom vissza. Hát ez ritkaság, de én szeretem. Nézzük meg. Tehát négy forgás, irányváltás, hosszú irányváltás. Egy, két, há, négy, megfogom, le, föl, le, föl, le, föl, megállok, és tolom vissza. Ezt még egyszer. Zenére? Zenére, kérem szépen. És egy, két, hát, négy, megfogom, séta, érkezik, ez lehet rövidebb, hosszabb. De rövid. Hopp. Még egy apróság fiúknak, ami szerintem elég fontos. Tehát, nézzétek meg a különbséget. Hogyha a belső lábam, ahogy mondtam, helyben van, és külön lép a külső után, akkor ilyen darabos lesz a dolog, az nem annyira tetszetős. Tehát én ezt úgy szoktam mutatni, hogy ellépek, mintha elkezdem a lépés keresztbe, de mire lejlép, már párhuzamos. Tehát keresztbe indítom, de az érkezés pillanatában már utoléri a belső láb, tehát vele csosszan. A másik, ami pedig ehhez kapcsolódik, szintén egy finomság. Mondtam, hogy nagyon szembeforgunk a fiúval, és a fejünket is közel tesszük hozzá. Azzal tudjuk segíteni a lendülethúzást, hogy itt, ahol a lapockáját fogjuk a fiúnak, itt húzzuk őt. Tehát nem előre fele megyünk, hanem úgy képzeljük el, mint hogyha innen jönne a húzás, így adok neki lendületet, hogy a saját könyökömet magam felé húzom. Ettől lesz egy finom, egyenletes húzása, ami stabilitást is ad a forgásnak. Nagyon jól mondja. Én ezt úgy érzékelem, azt mondom, hogy akkor jó a tánc nekem, érzésben, egy érdekes érzés, nem tudod, nektek megvan-e, mintha azt érzed, mintha te állnál, és minden más forogna. Tehát, hogy nincs erőködés, nincs rángatózás, egyszerűen úszik a dolog. Na most ez volt a tánctechnikai vázlat. Most egy nagy hiányra szeretném felhívni a figyelmet, ami 45 éve a szívem csücske, és még nem mindenhol sikerült elérni, ami a székieknél természetes volt, meg mindenhol. Hogy nem áll meg a tánc rend a zenekar előtt. Tehát olyan nincsen, hogy beáll valaki, és egész este ott táncol. Tehát mikor kérdezték a széki primástól, hogy mennyi csárdás szokott muzsikálni a lakodalomban, nem azt mondta, hogy 20 perc, azt mondta, hogy még kétszer mindenki elém nem kerül. Tehát ez természetes, hogy a pihenő, hát azt mi pihenőnek mondjuk, de ez egy várakozás, utána a zenekar előtt kis vezergetés, és a forgás ide-oda, tovább ide. Megy. Forgással helybeforog, utána engedi a következőt.
Ez nekem egy gyönyörű példa volt, amikor minden második lány, meg asszony Zsuzsánna széken. Zsuzsánna bálba bementem, réges-régen, még akkor nem volt más ruhájú, csak a viselet. Szól a zene, és így állnak a fiatalok. Kifejezésen arca állnak. Hát mondom, ha meghalt valaki, akkor nem ezt húzzák. És akkor ugye a fal mellett úgy előre arra szóltam, és ott meg szólt a csárdás, és egy pár forgott elő, mint a szél. Majd leborított a nagy szoknyájával. Forgott oda-vissza, oda-vissza, 3, 1, 2, 3, és engedte a következő. Tehát ez a táncrendnek a módja. Igen, mert hogy ez egy nagyon egymásra figyelő közösség, és ez a táncukban is megnyilvánul. Nem egymástól függetlenül táncolnak, még ha párba táncolnak sem, hanem figyelnek egymásra, teret adnak egymásnak, és örvénylik ez a figyelem. Jó, tehát haladjunk kérem szépen, ami mindenhol természetes. Ne ragadjunk le a zenekar előtt, hanem mindenki sorra kerüljön, úgy menjen a tánc. Röviden összefoglaljuk, és köszönjük a türelmet. Csállás! A dobogtatás se kell sokszor, egy párszor. Engedjük a többieket, ha jönnek! Éljen a zenekar! Isten értesse mindenkit! Használjátok egészséggel!